Gratulálunk negyedik helyhez 400 vegyesen. A tömeg öröngött a lelátón, látszott, hogy kiúsztad magad, álltál harmadik helyen is. Mesélj, milyen volt? Hát a közönség elképesztő volt tényleg. Most szerintem 10-15 éve először úgy döntöttem, hogy nem hallgatok zenét versenyszám előtt, és egy kis erőt próbálok megmeríteni a közönség szurkolásából, úgyhogy ez úgy érzem, hogy sikerült is, mindenképp hozzáadtak az úszásomhoz, még versenyszám közben is hallottam a közönséget, úgyhogy tényleg nagyon jó volt. Iszonyat jó lett volna egy bronzérmet összeszedni a végére, tehát tényleg az így tökéletes zárás lett volna, de annak ellenére azért a negyedik hely sem rossz, úgyhogy igazából hogy az egész hét utána, amit ki tudok emelni, az a hazai közönség. Tehát, hogy tényleg elmondtam nagyon sokszor, de elképesztő hangulat volt, és nagyon jól esett. Tudtad, hogy nem csúcsformában jössz erre a VB-re, összességében így most mennyire vagy elégedett az eredményeiddel? Igazából ez a negyedik helyen, ezt így aláírtam volna előre valószínű, bár az idők nem lettek olyan gyorsak a névjegyes döntőjében, mint én gondoltam, vagy sejtettem, úgyhogy mindig bennem van egy kis tüske, úgyhogy kell folytatnom, úgyhogy ott leszek majd Rómában az Európa-bajnokságon mindenképp. Ezt örömmel halljuk, ugye 96 érmed van világversenyről, esetleg ott megpróbálod beszélozni a százat? Hát ha század nem is, azért most már jó lenne hozzáadni ez a 96, az ugye ezen a héten nem sikerült, de majd talán augusztusban.